Szintén rakott piskóta. Most jól elmondtam, mi a lényeg az, hogy most egy angol trüffelt fogok készíteni, tehát vissza a gyökerekhez. Málnás trüffel. Mivel rakott piskóta, ugye rétegekből áll, és az egyik réteg az egy málna zselé lesz, úgyhogy gyorsan csinálok egy házi málna zselét. Itt van hozzá a málna, mélyhűtöttel is teljesen szuper. Hozok hozzá Gemfixet. Elég lesz egy fél kiló gyümi. Ebből egy fél tasak kell. És ha már a málna meg a Gemfix benne van, akkor már csak cukor kell. 50 dekához bőven elég 15 deka. Lehet spórolni a cukorral, hiszen akkor még jobban érvényesül a málna. Ezt a málnás Gemfixes cukros keveréket ide teszem a gázra, és hagyom, hogy szépen összeforjon. Na jó, ez nem igényel folyamatos törődést, úgyhogy haladhatok tovább. Csinálok egy málna pürét, ahhoz már felolvasztottam a málnát. Ez sem túl bonyolult, ez kerül a másik fazékba. Jön hozzá cukor, ehhez viszont sok kell, mert ebben nekem lé kell, és a cukor fogja kioldani a levet. De ez egy olyan jó 25 deka az jöhet. Így. És nagyon finom hozzá a vanília, melyik édességhez nem finom a vanília, úgyhogy teszek bele egy vaníliát is. Csak egyszerűen félbevágom, ki tudjam kapargatni a finom ízes magjait. Ez megy a cukros málnához. Két üres vaníliarudat is beledobom, mármint a félbevágott vaníliarudat, és akkor még így. Oké. Na, elő egy másik fakanállal, összekeverem, és hagyom, hogy a vaníliás málna minél több levet engedjen. Na, itt is málna, mindenhol málna. Ez a zselé már gyönyörűen bugyog, úgyhogy el is zárom, mert két perc elég neki, de mielőtt elzárom, teszek hozzá egy picike vajat, hogy a habosodást ezt leszedjem. Így? Na, te veled mi van? Gyönyörű levet engedett a cukortól, úgyhogy azt is elzárom. Na, átkeverem. Edd meg szépen vajahabot. Oké, megette. Átszűröm, hogy ne legyenek benne magok. És egy kicsit segítek is neki. Jól néz ki a fehér tálban a vérvörös málna. Jó, ez készen van. És mehet is a dzsemmes üvegbe, hiszen ez nem más, mint egy rendes, tipikus házi málna dzsem, csak éppen zselés lesz, mert ugye kiszedtem belőle a magokat. Elkészült, félreteszem, kell ez majd nekem az összeállításhoz. És itt van a másik adag málna. Ebbe se kellenek se a magok, se a vanília már. Ennek is segítek, hogy gyorsabban csöpögjön. És idáig meglennék. Itt van a cukros vaníliás málnás lé, teljesen átszűrve, és itt van a házi málna zselé. És most jön a következő lépés, a fehér csokis málnás krém, ahhoz természetesen kell fehér csoki, és kell mascarpone, mert a mascarpone adja majd a krém alapját. A vajat már ide készítettem, akkor jöhet egy tál. Beleteszem a vajat. Beleteszem a mascarpone-t.
De mascarpone nagyon jó használható minden krémhez, hiszen nagyon semleges az íze, és olyan lesz, amivel ízesítem. A fehér csokit voltak épp nem is ízesíti, a fehér csoki inkább édesíteni fogja. Ennek a harmadik táblának a fele. Tehát vaj, mascarpone, fehér csokoládé. Ezt ráteszem enyhe gőzre, már melegítettem vizet. Aztán jöhet egy kis kézi habverő, és szépen megvárom, amíg ez a három dolog összeolvad. Szimpatikusan összeolvadt, úgyhogy leszedem. És akkor egy kicsit besűrítem. A tálba teszek egy pici zselatinfixet, ugye egy evőkanálnyit. És ebből a málnás folyadékból, tehát ugye ez a málnának a leve, a cukorral, vaníliával összefőzött málnának a leve, ennek a felét hozzákeverem. Mondjuk ennyi. És ezt a krémet, ami most alapvetően ugye csak édes és fehér csok is, úgy fogom málnásítani, és úgy fogom besűríteni, hogy ezt a zselatinos málnalevet hozzáadom. Ezt egyszerre ízesíti, és meg is fogja. Már haladunk a finish felé, hiszen szinte minden kész. Kell még piskóta, ez lehetne házi, most nem házi, hanem készen vedd, de bocsánat, nézzék el. Szóval szépen kiterítem, és a maradék málnás lével meglocsolom. Hagy kortyolja magába. Kanállal még szétkelem, hogy mindenhova jusson. Gyönyörű. Különben, hogyha valaki előreállítja ezt össze, akkor nyugodtan használhat mélyhűtött málnát is, praktikus lenne, ugye, mert a nagy csomagnak csak a fele került bele ide. De én most gyorsan fogom ezt állni. Az összeállítás az a következő. Két elegáns növényke hely, szóval magyarul szép nagy pohár. És annyi az egész, hogy fölkockázom a málnalével meglocsolt piskótát. És egy részét beleszórom a poharaknak az aljába. Ezután jöhet rá a házi málna zseléből. Aztán a fehér csok és málnás krémből. Ezt a hűtőbe teszem, akkor még sűrűbb lesz, ugye, mert a vaj meg a mascarpone miatt még jobban be fog sűrülni. És aztán jöhet rá a málna maga. Néhány szem megmosott friss málna. És megint jön piskóta. Házi málna zselé. Fehér csokis málnás krém. És kész. Lehet most tenni az édességet, mondom, állhat is a hűtőbe. Ekkora adagból olyan 10-12-t nyugodtan össze lehet pakolni. És bár munkás édesség, nem tagadom, tényleg az, de nagyon-nagyon-nagyon jó ízű. A gyümölcsök legjavából néhány jó